kettő hidas, figyelj, itt jön a jobb egy, még bal kettő híd, jobb 44, jön a jobb 44, figyelj, hosszú, bal 332, vége mehet pattó, tempós a vége pattó, és 80, 80, rendben van, egyébként nagyon mosolygunk itt a nap végére, bár voltak problémáink, illetve nem technikai, hanem én cseftem el dolgokat. Kaptunk is 30 másodperc büntetést emiatt, egy lassító kikerülésért úgymond becsúsztam egy terelőnek a két gumia közé, és ugye ez lassító rombolásnak számít. Nem is rombolásnak, hanem kikerülésnek, ami 30 másodperc büntetés van maga után. De egyébként a részeredmények nagyon jó, tehát 34. időket tudunk autózni a Peugeot között, ezt már én nagyon jónak érzem. Sokat tudunk még gyorsulni majd az autóval. Jó úton haladunk, úgyhogy minden happy. 4, 3, 2, 1, menjünk! 50 sima jobb és 150 átvág. A vége nagy fék jobböt. Jobböt útra. És 50. Piti sima jobb. És 50 sima bal Tartsd be szigorúan balon, jön a nagyfék kitérő bal 6. Tartsd bent a balon, és nagyfék kitérő bal 6. És 50. Sima bal hosszú, mehet pattó tábla és 100. 100 a fék jobb 6. Sima jobb, elhiszett pattó, a vége bukkan, tövön menjél a bukkanban a végén, és 200 van mögötte. És 200 van mögötte. Nagy felállás sima bal, mehet pattó és 80. 80 sima jobb, elhiszett tő és 80. 80 sima bal, a nagy bakori hosszú, egészen nagy bakori tart a sima bal. És onnan 100, innen még 100, bukkan bal 11, tövön menjél, tempunk bal 11, és 200. 200 jobb 12 hidas, jobb 12 hidas, úton menjél. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a célban. Hát fogalmazhatnánk úgy, hogy nekünk ez a büntetések hétvégéje volt, nagyon sok büntetés benyaltunk, természetesen a mi hibánkból az autón a csapat az tökéletesen működött, de ezeket leszámítva jól éreztük magunkat az autóba, nagyon jókat tudtunk meccselni a többiekkel ebben a kategóriában. Igazából, ha nincsenek a büntetések, bár tudom ebben a sportban nincs ilyen, hogyha, akkor gyakorlatilag egy fantasztikus versenyt zárhattunk volna, de ezeket leszámítva nagyon jó pályákon mentünk, fantasztikus helyszín volt,
jók voltak a beállításaink, jó, tudtunk gyorsan menni, tudtunk egy harmadik időket is autózni a kategóriákban. Tehát igazából összességében pozitívan zártuk ezt a hétvégét. Ráadásul úgy, hogy itt vagyunk a célban, ugye a hetedik helyen behúztuk az autót. Sajnos az így alakult most nekünk, hogy a sok büntetés benyaltuk, de hát ebben is ezeket kijavítjuk, ezeket a hibákat, és a meccsekben már úgy fogom megérkezni, hogy még felkészültemben is én nagyobb intenzitással fogjuk nekivágni a Sepp Rollinak.